Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Ebtenyészet. Évek óta küzdenek az Ady Endre utca lakói a bűz és a zaj ellen Tolnán. Zarándoklat. A paksi kombkatasztrófa 200 áldozatára emlékeztek. Holokauszt. Haláltáborba hurcolt zsidó polgártársaikra emlékeztek a tolnaiak. Kaposmenti fiatalok találkozója, ma már az értékek átadása a cél. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Orfacsoró bűzre, állandó zajra, kutyaugatásra panaszkodnak az Ady Endre utcában élők Tolnán. A lakók azt mondják, az egyik házban zajló ebtenyészet miatt alakult ki az áldatlan állapot, amit évek óta nem tudnak rendezni. Úgy tudjuk, a kutyákat fialtató tolnai férfi rendelkezik engedéllyel, ám a főállatorvos a körülményeket mostanában nem ellenőrizte. Itt totál nyílt az egész, meg hát itt nyílt az egész házfal. Éppen a leomló, szomszédos házat mutatja Aranyos Csaba. Feleségével együtt 4 éve kénytelenek elviselni a bűzt és a zajt a szomszédjukban zajló ebtenyésztés miatt. Kutyaszag, az hát az egyértelmű. Itt régen például, amikor hátul csináltam, hát ezt nem lehetett kibírni. Borzalmas a helyzet. Egy az, hogy büdös van, a kutyák hangosak. Ott hátul nem lehet dolgozni, mert elviselhetetlen a büdös. És hát életveszélyes. A ház tulajdonosa évek óta tenyészti a kutyákat a romos házban és annak udvarán, a szomszédok szerint borzalmas körülmények között. Az utcában lakók azt mondják, hiába próbáltak beszélni a kutyákat tenyésztő férfival, hogy rendezze az udvart és vigye el onnan az állatokat, hiába fordultak a hatóságokhoz. Egy rövid időszakot követően újra visszatért minden az eredeti állapotba. 2015. november óta megy ez az ügy. Nem tudom, hogy szóban forgó kutyák mennyi van, de elég sok lehet, ha ilyen szagok vannak. A lakók a város aljegyzőjéhez, majd a bírósághoz fordultak a helyzet rendezése érdekében. Több határozat is született az ügyben. Zajlott birtokvédelmi eljárás az Ady Endre utcában állattartás miatt. Az eljárás során a kérelemnek helytadó döntés született, és az ebtartót köteleztük az állattartás megszüntetésére. Ezt követően nekünk már nem volt információnk az ügyről, hiszen bírói szakba érkezett, és ott a két fél közt zajlik tovább a peres eljárás. Úgy tudjuk, a bíróság az eljárást megszüntette. A város aljegyzője azt mondja, a főállatorvos korábban megnézte a házat előre bejelentett időpontban, és mindent rendben talált, vagyis törvényesen folyik ott az ebtenyészet, amennyiben újabb panasz érkezik a Bonyhádi járási hivatalhoz, megvizsgálják, hogy megfelelő körülmények között zajlik-e az állattartás az Ady Endre utcában. Ám a vizsgálatot mindig előre bejelentett időpontban bonyolítják le. Láthatóan a jog szerint minden az előírásoknak megfelelően zajlik az Ady Endre utcában Tolnán, de a társadalmi együttélés szabályai szerint megkérdőjelezhető, hogy ez tényleg így van-e. Újabb szúnyogírtás lesz Szekszárdon, a belügyminisztérium a költségvetésben szereplő 1,5 milliárd forinton felül további 825 millió forintot kapott szúnyogírtásra. Szekszárdon földi szúnyoggyérítés lesz július 2-án kedden napnyugta után. A szakemberek egy permetező szerkezettel felszerelt speciális járművel járják végig a megyeszékhely utcáit. A permet szert mintegy 1000 hektáron juttatják a levegőbe, és 600 liter szert szórnak ki egy alkalommal. Ha a permetezés nem ered, megismétlik az eljárást. Az önkormányzati közleményből az is kiderül, hogy az alkalmazott írtószer emberre nem, de egyes rovarokra veszélyes, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a területen előforduló méhek védelmére. Egy súlyos sérüléssel, egy könnyű sérüléssel és 4 anyagi kárral végződő baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolna megyében a hétvégén. Az egyik baleset Tolna térségében történt szombat délután, amikor az egyik autós nem adott elsőbséget a védett úton közlekedő járműnek, és a két autó összeütközött.
A baleset során ketten könnyű sérüléseket szenvedtek. A másik baleset Kaposszegcsön történt szombat este, itt egy stopptáblát hagyott figyelmen kívül egy autós és úgy hajtott be az útkereszteződésbe. A védett úton közlekedő sofőr, hogy az ütközést elkerülje, elrántotta a kormányt, majd neki ment egy út melletti jelzőtáblának. A baleset során öten sérültek meg, egy fő súlyosan, négyen könnyebben. Összesen 29 útszakaszon csökkent a sebességhatár az elmúlt másfél évben, eközben mindössze két helyen lehet gyorsabban hajtani a korábban megszokottnál. Az érintett szakaszok hosszúsága összesen pár száz kilométer, köztük van az 56-os út egy mohácsi szakasza, ahol kerékpáros átvezetés miatt 70 km/h csökkent a sebességhatár. A változtatásokat legnagyobb részt üzemeltetési tapasztalatok, illetve lakossági és önkormányzati kezdeményezések indokolták. A forgalomkorlátozás növelése érdekében változtattak a sebességhatárokon autó- és kerékpárutak találkozásánál, buszmegállók térségében és fokozott gyalogos mozgással érintett szakaszokon. 1887. június 18-án következett be az ország történetének egyik legtöbb áldozatot követelő vízi katasztrófája, egyben Paks történetének legnagyobb tragédiája. A biskói komp katasztrófában több mint 200-an lelték halálukat a kalocsai búcsúra tartva. Jézus szíve ünnepén a katolikus egyházközség azóta zarándoklatot szervez a tragédia áldozatainak emlékére. Már nincs mit félnem, mert a paksi Szent Vendel kápolnától indultak utolsó útjukra a biskói komp tragédia áldozatai. Pénteken itt gyülekeztek a zarándoklat résztvevői, csak úgy, mint 1887. június 18-án. Akkor a katolikus hívek Paksról Kalocsára indultak, Jézus Szent Szíve búcsújára. Akkor, tehát 132 évvel ezelőtt, 5. alkalommal indultak el a paksi katolikus hívek Kalocsára, a Jézus Szíve búcsúra. Több százan, és hát egy nagyon szerencsétlen emberi mulasztás következménye lett az, hogy több mint 200 ember meghalt a Dunán való átkelés közben. Ugyanis a komp elsüllyedt a parttól alig néhány méterre, közel 400 emberrel a fedélzetén. Akik élve maradtak, fogadalmat tettek. A hívők minden évben megemlékeznek az áldozatokról. Ezúttal is a Szent Vendel kápolnától indult a zarándoklat. A nagy hőség ellenére sokan voltak. A töltésen át gyalogoltak több kilométeren át a dunaparti emlékműig, melyet 32 évvel ezelőtt állítottak a tragédia helyszínén. Itt megemlékezést tartottak, felidézve a tragédia napján történt eseményeket. 75 éve deportálták a holokauszt tolnai áldozatait, ennek apropóján tartottak megemlékezést a helyi könyvtárban, majd az emlékműhöz mentek az egybegyűltek. Link Judit, a tolnai könyvtár vezetője felidézte, miként kerültek a zsidók a településre az 1760-as évek környékén, hogyan fogadták őket, miként tudtak érvényesülni a kereskedelmi életben, majd azt is, mennyien szenvedtek a zsidó törvények alkalmazása miatt. A náci haláltáborokban több száz tolnai lakos vesztette életét. 1944. június 30-án deportálták a zsidókat Tolnáról, először Pécsre, és a pécsi gettóból vitték tovább Kassán keresztül Auschwitzba őket. A tolnai deportáltak 174 fő volt, aki tolnai állampolgár volt, és 230 környékbeli izraelita felekezetűt hoztak még Tolnára, és innen őket is tovább vitték Pécsre. Fizetőssé válik az e-autók töltése, már tesztelik a rendszert, hogy a villámtöltőkön a díjazás percenként 50 forint lehessen. A végleges ára teszt eredményétől is függ, írja hétfői cikkében a Népszava, amelynek a Nemzeti Közművekhez tartozó NK Mobilitás Kft. Megerősítette, hogy tervezik a fizetőssé tételt. Közölték azt is, hogy országosan eddig 86 nyilvános elektromos autótöltőt telepítettek, ezek összesen 177 töltési pontot jelentenek. Az állomások közül 16 úgynevezett 50 kW-os villámtöltő. Az elmúlt évek során a szintén állami, kifejezetten az e-autózásra alapított e-mobi Kft. Mintegy 300 e-töltőt telepített országszerte, de rajtuk kívül is vannak még cégek, amelyek ezzel foglalkoznak.
39. alkalommal szervezték meg Szakályban a kaposmenti fiatalok találkozóját. Törő Péter polgármester azt mondta, a mai találkozók legfontosabb feladata, hogy átadják az utókornak mindazokat az értékeket, melyek életre keltették a közel 4 évtizedes rendezvényt. Újra választották a szekszárdi Rotary Klub elnökét. A régi új elnök Kiszler Gyula második elnöki ciklusát kezdte el a Rotary Klub június végi charterjén. A Rotary elnöke azt mondja, fontos, hogy a klub továbbra is együttműködjön Szekszárddal, emellett pedig nyissanak a fiatalabb generáció felé. Mi itt együtt élünk és összetartozunk. Közösen kell megélni nehézségeinket és örömeinket, mondta Törő Péter polgármester a 39. szakályi kaposmenti fiatalok találkozójának megnyitójában. Fontos, hogy beszélgessünk egy kicsit az utcán, a rendezvényeinken, hogy éreztessük, hogy törődünk egymással mindenkor. Szüksége van a falunak erre a rendezvényre, szüksége van erre a rendezvényre a környező településeknek, mert ez így indult ezelőtt 40 éve, és egy fontos rendezvény a külség életében, amire összehívünk idősebbek, fiatalok, és ilyesmi jól érzi magunkat. Az idei rendezvény a Nosztalgia egyében szerveződött, mert arra akartunk emlékeztetni mindenkit, honnan indultunk és hova jutott a rendezvény, mondta a főszervező Feuerbach Szabolcs. A vonzerő nem változott ez alatt a közel 4 évtized alatt sem. Ez egy nagyon régóta megszervezett rendezvény, ugye 73-ban kezdték el annó az elsőt, most a 39-et szervezzük, és igazából a fellépők és a vendégek is úgy Dombovártól Simontónyáig az összes településről vannak, jönnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igenis, igen van. A retro hangulatot erősítették a fellépők is, hiszen Nádas György és Kovács Kati is évtizedek óta szórakoztatják a közönséget. A népszerű énekesnő azt mondta, a retro nem az előadóknak, inkább a nézőknek jelent sokat. Az, hogy retro, az nem is nekünk szól, meg nem rólunk szól, mert mi a dalokkal együtt élünk, nyilván a fiatalkorunkhoz kötődik. Persze, ha ahhoz hasonlítjuk, hogy a mostani rádió felvételek, azok vajon 15-20 év múlva ismerősek lesznek az embereknek, mert ezek azért nagyon jó sikerült dalok voltak, jó szerzőpárosok írták. Most rengeteg dal van, de nagyon nehéz kiválasztani belőle azt, ami az embereknek tetszik, mert azt is mondhatnám, hogy dömping van. Kovács Kati azt mondja, az idő dolga, hogy eldöntse, mi marad érték és mi veszik el végleg. A kaposmenti fiatalok találkozója számára is ez a jövő egyik nagy kérdése. A krumpli székely nevét kapta a Nagymányokiak új, a kultúra és a gasztronómia találkozására felépített rendezvénye, ami tavaly debütált a településen Pityóka Fesztivál néven. A helyi székelykör által szervezett rendezvény most jóval nagyobb közönséget vonzott a tavalyihoz képest. Nagymányok is rátalált arra az ételre, amely a még újnak számító populáris rendezvényük névadója lett. A főszervezés tavaly felvállaló Nagymányoki székelykör az általuk még bukovinai módon termesztett krumplira, a Pityókára gondolt, így keresztelték el rendezvényüket Pityóka Fesztiválnak. Ez a székelykörnek volt, a Nagymányoki székelykörnek a kísérlete. Tavaly jól sikerült, most úgy látszik, hogy még jobban az idei, még több jelenkező volt a főzésben. Tavaly volt 5-6, most már vannak 13-an. Közülük többen is kizárólag a saját maguk által termesztett Pityókából készítettek tésztafélékeket, vagy éppen kenyeret. Nagy sikere volt a zsűri és a közönség soraiban egyaránt annak a nevezzük gasztronómiai ötletelésnek, amikor maga a tálaló edény Pityókából készült. Mindenbe bele lehet rakni, minden. És a sokkal jobb az a tészta, amiben benne van a krumpli, puha és foszlós lesz. Tehát könnyű lesz az étel tőle. Ami a kulturális műsorfolyamot illeti, igyekeztek a székelyek a helyi németség kisebb-nagyobb ének- és tánccsoportjait is bevonni. A kicsiket és a nagyokat egyaránt felvonultató 5 székely táncos Kosnás Árpád vezetésével alig ha nem a legnagyobb tapsot aratta le a délután során. Regionális híreinkkel folytatjuk. Tanítsunk Magyarországért, az iparkamara is segíti a hátrányos helyzetben élő fiatalokat. Hallgatók, mesteroktatók és külföldi művészek alkottak acélszobrászati szimpózium Komlón. A kommunizmus kulák áldozataira emlékeztek, Baranyából 918 embert vittek el.
A Tanítsunk Magyarországért program kitalálói résztvevői találkoztak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A kezdeményezés célja, hogy a kis településen élő, a városi tanulási, művelődési lehetőségektől elzárt fiatalokat megszólítsa. Ebben egyetemista mentorok segítenek, akik tanítják, illetve elviszik a kisiskolásokat azokra a helyekre, ahol megismerkedhetnek a modern világ kihívásaival, lehetőségeivel. Cél, hogy a gyerekek megtudják azt is, milyen szakmákat tanulhatnak, milyen körülmények között dolgozhatnak az egyes szakterületeken. Ebben segít a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Tanítsunk Magyarországért ezt a programot mutatták be Pécsen pénteken. A kezdeményezést az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára indította el. A hátrányos helyzetű településeken élő 7. osztályos fiatalokat akarják megszólítani, akik el vannak zárva a tanulás és munka lehetőségektől. Ezt egy mentorprogramban képzelik el megvalósítani. A világon egyedülálló módon, sehol máshol nincs ilyen mentorprogram, egyetemisták mentorálnak 7. általános kisdiákokat, hetente egy napot töltenek velük, vagy úgy, hogy elmennek hozzájuk és segítik őket ott helyben, ha korepetálják őket, együtt megírják a házi feladatot, vagy pedig elviszik őket, és megmutatják nekik a munka és továbbtanulási lehetőségeket. Az államtitkár azt mondja, kutatások bizonyítják, hogy azoknak a fiataloknak, akiknek nem volt lehetőségük megismerkedni korábban ezekkel, csak a kis településükön belül éltek, óriási feszültséget okozott a változás. Így érvényesülni is nehezebben tudtak. Ezért indították a programot. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozott ehhez. A kamarák feladata pedig az, hogy biztosítsa azokat a cégeket, ahova az egyetemisták ezeket a fiatal srácokat, lányokat elviszik, és akkor egy vállalatlátogatáson keresztül belelátnak az üzleti életbe, a termelésbe, az ipar 4.0-ba, az elektronikába, az informatika világába. Úgyhogy ebben közreműködik a kamara. Ezért szerveztek partner találkozót a megyei iparkamaránál a cégek képviselőivel a programvezetői. Hazánkban jelenleg 4 egyetemi városban 300 egyetemista közreműködésével 1207-es gyerek mentorálását végzik. A mintaprogramban Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen és Pécs vesz részt, összesen 56 település fiataljait segítve a környezetükben. 6 évvel ezelőtt indult el a Pécsi Tudományegyetemen az a program, melynek keretében idén 11 szászországi orvostanhallgató veheti át diplomáját. Az együttműködés indulása óta folyamatosan érkeznek fiatalok a németországi tartományból. Az egyetem most megerősítette együttműködését a szászországi orvosok érdekképviseleti szervezetével. Az ünnepségen elhangzott, az itt végzettek a diplomaszerzés után általános orvosként fognak dolgozni Németországban. Ennek a mai eseménynek többek közt azt jelenti az apropóját, hogy ugye az első olyan diákok végeznek majd nálunk a német programon, akik ebben a szászországi programban is részt vettek. A jövőre vonatkozóan az a tervünk, hogy egy kicsit megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk ezeknek a hallgatóknak az életét, közösségi beilleszkedését, stb. Még jobbá tenni, illetve megnézzük, megvizsgáljuk azt a lehetőséget is, hogy az eddig évente tipikusan 20 érkező szászországi hallgatónál több is részt vegyen a programban. Térerő címmel idén 4. alkalommal rendezték meg az acélszobrászati szimpóziumot a Lakics Gépgyártó Kft. Komlói telephelyén. Ezúttal is a Pécsi Egyetem művészeti karának hallgatói, mesteroktatói vettek részt, de külföldi művészek is alkottak a mintegy 2 hetes rendezvényen. Ezeket az acélszobrokat a PTM művészeti karának egyik hallgatója készítette. Az alkotások az idén 4. alkalommal megrendezett Térerő Lakics acélszobrászati szimpózium keretein belül készültek a gépgyártó cég komlói telephelyén. Gettó József 2012 óta tanulja az egyetemen ezt a művészeti ágat. Diploma előtt állok jelen pillanatban, és hát az a célunk ezzel a szava, vagy a célom ezzel a szakmával, hogy megpróbáljak a jövőben ebből megélni itt, és megpróbálni, ami az én művészi programomat, azt megmutatni és bemutatni. A szimpózium mintegy 2 hetes időszaka alatt a PTM művészeti karának szobrász hallgatói, mestertanárai és független művészek úgy alkotnak, hogy közben a gyárban folyik a termelés.
Nikola szerbiai szobrászművész, emellett szobrászatot oktat az egyetemen, aki szintén készített különleges alkotásokat. Én nem is annyira magával a szoborral foglalkozom, inkább a technikával, amivel elkészítem. Itt például egyszerű, letisztult geometriai formákkal dolgozom. Ezeket beteszem valamelyik szerkezetbe, például egy présgépbe. Azt elindítom és hagyom, hogy addig gyakoroljon nyomást az acélra, amíg az valahol meg nem törik, vagy nem törik le belőle egy darab. De ez csak néhány kisebb munkám azok közül, amiket itt készítettem. A munkákat egyébként a gépgyártó cégnél keletkezett hulladékfémekből készítették, de igény szerint bármilyen anyag a rendelkezésükre állt. Bár a résztvevők mind egyénileg dolgoztak, mégis csapatként is együtt kellett működniük, mondja a művészeti kar egyik oktatója. A cél azonban nem csak a hallgatók bevonása. Legyenek úgymond tapasztaltabb művész kollégák, legyenek külföldi művész kollégák, tehát hogy legyen egy ilyen fúzió, hogy mindenki egy picit tanul a másiktól. Tehát ez az alapvető cél. A rendezvény különlegessége, hogy idén először tematikus vonal mentén kellett alkotniuk a résztvevőknek. A megadott téma a nap, mint égitest és mint napszak egyaránt. Mint a cég ügyvezető igazgatójától megtudtuk, nem véletlenül esett a választás a napra, ugyanis összefügg a vállalat munkájával. Napelempark fejlesztő és napelempark kivitelező üzletágunk is elindult, és azt gondoltuk, hogy ez így szépen összevág a cégnek a bővülő tevékenységével, és mindamellett, hogy a cégnek a bővülő tevékenységével összevág, mindamellett egy igazán klasszikus téma is, ami el tudja indítani és tudja mozgatni a művészeink fantáziáját. Az elmúlt 4 év alatt készült szobrokból mára szinte egy egész kollekció állt össze a Lakics Kft-nél. Ezért és az egyre nagyobb érdeklődés miatt kiállítást is terveznek, melyet a jövőben különböző galériákban és nagyobb cégek közösségi tereiben lehet majd látni. Megemlékezést tartottak a kommunizmus kulák áldozatainak emléknapján a pécsi Kálváriadombon. A Rákosi rendszer ellenségnek kiáltotta ki a tehetősebb magyar parasztságot, a vagyonnal rendelkező gazdákat. Őket egyik napról a másikra családostul elszállították 1950-től a Hortobágyra kényszertáborokba. Baranyából 918 embert vittek el a kommunisták. Az volt az a társadalmi csoport, amely még az 50-es években is független volt a kommunista állam újraelosztó rendszerétől. Ez volt az a társadalmi közeg, amely őrizte a több évszázados népnemzeti hagyományokat, a konzervatív hitet, azt a tudást, amellyel az élelmiszer előállítást végezték, amit a mezőgazdaság jelentett, és a paraszt bölcsessége is kellett ahhoz, hogy a paraszti társadalom kialakítson egy olyan bizalmi, több évszázados kulturális, gazdasági hálót, amely megtartotta a vidéki Magyarországot. De ezt akarták elpusztítani az 50-es években, ez volt a célja a gulákra küldésével a parasztságnak. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Ebtenyészet, évek óta küzdenek az Ady Endre utca lakói a bűz és a zaj ellen Tolnán. Zarándoklat, a paksi kombkatasztrófa 200 áldozatára emlékeztek. Holokauszt, haláltáborba hurcolt zsidó polgártársaikra emlékeztek a tolnaiak. Kaposmenti fiatalok találkozója, ma már az értékek átadása a cél. Kedden megérkezhet a várva várt hidegfront, megélénkülő északnyugati széllel már érezhetően csökken a hőmérséklet, számottevő csapadék nem valószínű. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb, kedd este jelentkezünk, viszontlátásra!